Kalocsa, Kiskörös, Kiskunhalas, ezen a három településen nem lesz ügyintézés pénteken. Az ok nagyon egyszerű, egy előre tervezett fejlesztés miatt nem lesz áram. Az ivóvízminőségjavító program beruházás utolsó momentumaként tulajdonképpen az üzemelési tesztek már elvégeztük őket, a próbaüzem tulajdonképpen belső üzemeltetéssel, belső vízpróbákkal megtörtént, viszont most már olyan nagy terhelést kapott a telepnek az áramellátása, hogy ezt már saját magunk nem bírjuk, tehát egy új rácsatlakozás kell az elektromos hálózatra. Ez kétnapos munka egyébként, így tudtuk kialkodni, hogy ezt pénteken és szombaton fogják elvégezni, tehát a lakosság, az ügyfélszolgálat csak pénteken fogja érezni ezt. Itt a Kőrösi úton a központi irodaépület mögött található a 2-es számú vízműtelep. Itt zajlanak majd az elektromos hálózatot érintő fejlesztések. Ha itt nincs áram, az hatással van a teljes informatikai hálózatra. Ennek okán az ügyfélszolgálatot is be kell, hogy zárjuk, semmiféle számítógépünk nem működik. Tulajdonképpen a teljes szolgáltatási területünkön nem lesz ügyfélszolgálat, mert a központi szervert, az adatokkal, azt innen a központból látjuk el, és hogyha a központban nem működnek a számítógépek, a szerver se tud működni, tehát sem a kalocsai, sem a kiskörösi üzemmérnökségen nem fog működni az ügyfélszolgálat. A központ és az üzemmérnökség adminisztratív munkája az le fog állni, a kollégák nem lesznek az épületben. Az épületben csak és kizárólag a műszaki állomány fog dolgozni. Természetesen a városban a vízellátás, a hibaelhárítás és ezek a munkavégzések azok folynak továbbra is, illetve azon a napon is. Egy telefonszám, a 77-es körzetszám 421-622-es telefon az élni fog, azt a portaszolgálat fogja fölvenni, tehát ezen a telefonon bármilyen hibát be lehet jelenteni, de ügyfélszolgálati vagy műszaki ügyfélszolgálati kérdésekben ott nem tudnak segíteni. Az ügyfélszolgálat tehát jövő hétfőn már az eddig megszokott munkarendben várja az ügyfeleket.